mai videó egy olyan videó lesz, ami most nem motorokról fog szólni. Kínából rendeltem magamnak egy motoros ruhát, egy komplett szettet. Szóval az azt jelenti, hogy van benne egy mez, meg egy katya. Még nem bontottam ki, még nem tudom milyen. Épp ma jött meg a csomag amúgy. Annyit kell tudni, hogy én ezt karácsonyra kaptam ugye páromtól, hogy választottam valamit. Az jutott eszembe, hogy átmondom, akkor legyen ez a motoros ruha. Már rendeltem ruhákat online, ilyen kínai oldalról, mert ugye árba sokkal jobbak voltak, mint itthon, amit egyes boltokban látok. És nekem az pont arra jó, hogy itt kimegyek ugye a pályára, elesek, kiszakad. Nekem pont jó arra az olcsóbbik fajta. Én azt mondom, hogy nem a ruha fog téged teljesen megvédeni, nyilván véd az is, de viszont nagyon sokat számít az, hogy mi van rajta, mármint védőszerelés, páncél, sisak, térvédő, könyökvédő. A ruha azt mondjuk úgy, hogy egy kicsit egy olyan megadja stílusát az embernek, nyilván azért fog ütésektől, sártól, mindentől, égetéstől, hogyha elesel. De viszont én úgy gondoltam, hogy nekem egyelőre jobb lesznek az olcsóbbak, és ha majd egyszer egy olyan szintre jutok, hogy olyan lesz, akkor megveszik majd a nagyon-nagyon drága ruhat szetteket. Például ezt a darabot, ezt például bátyámtól kaptam, és ez is egy kínai portáról van. Ez is például ugyanolyan anyagból van, mint a többi mez, ugyanúgy néz ki. Valószínű, hogy ez se az eredeti márka. Ez nem is volt annyira jó, mert egy mosás után, vagy nem tudom, nem egy mosás, de több mosás után összement, méretben már nem volt jó, már nem volt kényelmes, inkább már biciklizésekhez használtam, vagy valami hasonlóhoz, nem motorozni már nagyon nem szerettem lenne, sőt azt, hogy én a páncét szeretem magam, szóval maga testemre felvenni, és úgy veszem rá a mezt. Rendeltem egy másikat, ezt konkrétan én rendeltem, ezt a fajtát, ez egy L-es méretű, kicsit direkt nagyobbat rendeltem, ez viszont kajakra tartja a méretét, nem tudom hány mosás után. Nagyon jó anyaga van, nagyon kényelmes. Hát ugye a jégátteresztésön szerintem az is teljesen jól működött neki, de nyilván az ember izzadt benne nyáron. Szerintem teljesen jól tette a dolgát, viszont annyi van benne, hogy ugye kicsit nagy maradt nekem, mert azzal számoltam, hogy ez össze fog menni, de hát nem ment össze. Viszont ebbe estem keltem, ebbe voltak nagyobb eséseim, és nincs rajt szakadás, nincs rajt semmi. Én azt mondom, hogy ez egy teljesen korrekt termék volt. Ezek ilyen 2-3 ezer forintok voltak abban az időben, ez egy max. Egy éves mez. Szerintem az tök korrekt ahhoz, hogy szépen az ember összesározza, összeporozza, még jól is néz ki. Szerintem arra teljesen tökéletes. Viszont ami nekem egy hatalmas pozitív dolog, az a kesztyű. Maga a kesztyű szerintem teljesen tökéletes. Azt hiszem van 4-5 pár kesztyűm, abból 3 Kínából rendelt. Teljesen, szóval arra a kézméretre rendeltem, amire kellett, teljesen tökéletesen passzolt rá. Ez már kismilliószor lett mosva. Volt ez olajos, sáros, volt, hogy a pálya mellett szereltem vele, amikor megállt a motor, nem vettem le a kesztyűt, olajos volt, azt hittem, hogy ki lehet dobni utána, az ember ugye nem nagyon akarja, hogy használni, vagyis hát tönkre megy. Nem, kimosott, kijön belőle, ugyanúgy használható, működik a csat, nincs vele, nem szakad. Egyelőre teljesen pozitív vagyok, és eddig ez a legjobb terméke, szerintem. Így motoros ruha, ha motoros ruhát nézünk. Szerintem a kesztyű az egy tökéletes dolog, szóval nem kell így 100 000-ért kesztyűt venni, hanem simán jó. Ez például szerintem ingyenes postával jött, és ilyen 2000 forint, 3 maximum. De legyen hozzá post, és akkor 4000-3000-ből van egy kesztyű. Szerintem ez a legjobb és vállalhatóbb dolog. Minimum 1 vagy 2 vagy 3 hét, mire ide érkezik. Na bum, az ember vár. Az, hogyha szerencsém van, akkor még van egy jó pólója, egy jó meze, akár egy jó ruhaszettje. Most viszont én már nagyon kezdek izgulni, mert én ilyenkor meg tudok örülni, ha jön egy csomagom és új, és még nem láttam, szóval nagyon kíváncsi vagyok, szóval veletek együtt fogom most megnézni konkrétan ezt a motoros szettet. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mondom. Itt van, ilyen szép szürkös izébe jött. Nem tudom, hogy mennyire lehet majd látni. Kína! Szerintem nézzük meg.
feldobtam a lucit. Pozitív a csalódás. Nagyon jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennyiért megérte. Maga a ruha, a mezről, kezdjük a mezzel. A mez L-es, de kicsit passzentos. Szóval még pont bele fog férni a páncél maga, és ugye arra veszem rá a mezt. Szerintem teljesen tökéletes. Az anyaga az olyan, amilyen, szerintem ez is hasonló, mint a többi, ahogy nézegettem. Egy kicsit a pólót, vagy a mezt egy kicsit durvábbnak érzem, mint az előzőknél. De viszont elég vékony is, meg vastag is, hogy mondjam, szóval jó a tapintás, de mégis erősebb az anyaga. A gatya, most ezt inkább így mutatom meg. Az egy kicsit egy olyan, nem tudom, vékony maga az anyaga, de kényelmes. Ott, ahol kell, ott erős, szóval megvan benne a belső comboknál, vagy a térdeknél az erősítés, ugye ahol maga a motort szorítod, ott megvan erősítve. Vannak rajta ugye légzőrések. Erősnek tűnik, rajta van mindenhol a márkajelzés, ahol kell. Szóval azt tudom mondani, hogy így egybe az egész, teljesen tökéletes, sőt, még a gatyához adtak belőle ide oldalra, ugye a két combot fölé, de a csípőhöz tudod berakni ezeket a szivacsokat. Szóval azt kell mondjam, hogy ezért az árért, ami jött, ezért a 15 000 forintért és nulla postával, mármint hogy nulla forint postával, szerintem teljesen vállalható maga az egész szett, kényelmes, tudsz benne mozogni, és igazából ki kell próbálni, hogy működik. Szóval mész vele, hogy fog kopni, hogy szakad, telesel, meddig bírja. Én azt mondom, hogy teljesen pozitív az egész. Maga a ruha az úgy néz ki, ahogy a képen, amit megrendeltél, nincs más. Mondom, a méret egy kicsit, a póló méret az, amiben én nagyobbra számítottam, de nem is baj, hogy nem lett annyira nagyobb, nincs még mosva. Szóval majd a mosás fog dönteni, hogy ez hogy fog majd passzolni, nagyon reméljük, hogy nem fog összeugrani ilyen ekkorára. De azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen korrekt, ez motorozásra is teljesen jó. Nyilván nem profi szintű embereknek ajánlom, hanem olyanoknak, aki olyan, mint én, aki nagyon-nagyon szeret motorozni, és mit tudom én, egy évbe 10-15-20-szor, nem tudom hányszor ül motoron, és nem napi szinten, mert lehet, hogy azt a terhet nem bírná. Viszont egy ilyen, nem is hobbi motorosnak, de aki űzi ezt a sportágat, de nem mondom napi szinten, szerintem annak teljesen tökéletes lehet. Nem vágja földhöz az ember, nem kell 100 000-ért venni ruhaszettet. Én mondom, teljesen meg vagyok vele így elégedve. Sőt, még bicikliseknek is tudom ajánlani, mert olyan anyaga van, meg olyan vastagságú, hogy simán lehet benne tekerni, meg nyomatni benne. Jól is néz ki, kényelmes, de majd úgy is elmondom, amikor majd megjönnek kicsit a jobb idők, kimegyek motorozni. Úgy is mesélek róla, hogy kényelmes, nem kényelmes, újat kell venni, vagy nem kell újat venni. De szerintem ez teljesen tökéletes, csak ajánlani tudom. Ha valami eszetekbe jut esetleg, vagy valami kérdésetek van, nyugodtan írjatok, esetleg kommentbe, privátba. Mindenhogyan felkeresettek, mesélek róla, akár képet is küldök róla közelebbi. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, légy szíves. Ha most már hál' Istennek be fog indulni a videógyártás, és hogyha kíváncsi vagy és nem akarsz lemaradni a videókról, akkor a csengőt nyom be. Ha nagyon-nagyon tetszett, akkor még lájkolj is, légy szíves. Köszönöm mindenkinek, aki megnézett. Nem sokára újra jelentkezek. Szevasztok!